Dr. Acél Petra egyetemi docens, Budapest Corvinus Egyetem Magatartástudományi és Kommunikáció Elméleti Intézetének igazgatója látogatta el hozzánk, és az ő előadását fogjuk meghallgatni a Családkép Változásai címmel. Tisztelettel felkérem dr. Acél Petrát, tartsa meg az előadását. Mi is változunk, és a család is változik. Nem kicsit, hanem egészen, gyökereiben. Menjünk tovább. Nem is biztos, hogy változik. Lehet, hogy mi változunk meg a családjainkban, sőt, még az is lehet, hogy nem tudunk igazán arról sem számot adni, hogy mi az, hogy család. Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm Török Szent Miklós polgárait. Én most arról szeretnék beszélni Önöknek, hogy mitől olyan a család, amilyen. Milyen tényezők teszik lehetővé ezt az egészen különösen változó családformációt, amit tapasztalni lehet. Én azt feltételezem, hogy Önök valamennyien családban élnek, vagy szeretnének élni. Lehet, hogy már ez is túlzás. Lehet, hogy már ezt se szabadna feltételeznem, mert hiszen ma már vannak olyan elképzelések, amelyek szerint ez nem lehet célkitűzés, de tegyük fel, hogy most ebben a közegben így van. Először azt szeretném, hogyha végig gondolnánk, hogy milyen családok vannak ma, milyen új család típusok jöttek létre, és ezeket hogyan erősíti meg a nyilvános, sőt a média kommunikáció. Azt kell mondjam Önöknek, hogy ez annak idején még léptetett, most is léptet, hogy ugye van egy olyan elképzelésünk, ami nem hiába régies ez a kép, ami azt mondja, hogy a család, amikor több generációs, amikor több generáció, a nagymama, a dédszülők és a kisunoka, és közte természetesen a szülők együtt élnek, ez az úgynevezett kiterjedt család. A kiterjedt család, én azt gondolom, hogy itt talán még általánosabb, mint a nagyvárosokban, de egyre ritkább. Ez a több generációs együttélés szándékosan van egy ilyen régies fotón, nem jellemző ma már. Mindjárt majd megnézzük, hogy vajon miért nem. Valamikor a második világháború után az atomkorral eljön az atomizált vagy nukleáris család időszaka. Nem csúnya család ez sem. Azt azonban hangsúlyozni szeretném, hogy ez az a típusú család, amely szülőkből és gyerekből, gyerekekből áll. Tehát a szülő, aztán majd a szülőből is tud kevesebb lenni, már leválik a kiterjedt családról egy vagy két generáció. Tehát már az atomizált, a nukleáris család egy kisebb kör, és szeretném még egyszer hangsúlyozni, hogy ennek nagy jelentősége van majd abban is, hogy a nők milyen szerepet kapnak, és hogyan mutatkoznak be családjaikban. Ez a bizonyos nukleáris család, ez tulajdonképpen minden embert végül is végig visz a gyerekkortól egészen az időskorig, minden egyes életkornak van valamilyen családi, vagy lehet valamilyen családi viszonylata, szerepe. Egészen a kicsitől, ugye ott látjuk az időskor hintaszékét, mondjuk én például nem hintaszékben képzelem el az időskoromat, de ízlések és pofonok. Tehát van egy ilyen klasszikus elképzelés, hogy ez a kicsi család, ami áll szülőkből és egy, vagy inkább több gyermekből, az végig valamilyen biztonságot ad, valamilyen szerepet ad a benne lévőknek. Végig megmarad az apa szerep, ugye apák és anyák egyaránt tudják, hogy nem lehet kilépni ebből a szerepből, az ember egyszer anya lesz, akkor mindvégig anya lesz, mint ahogy soha nem szűnünk meg gyereknek lenni születésünktől egészen életünk végéig. Csak hogy ezek a klasszikus családmodellek, és ez az elképzelés a családról ma már csak a joghurt reklámokban mutatkozik meg. Tehát ez a fajta nagyon ideális kép, amelyben együtt mosolyog ez a kis család, és úgy látja mindenki, hogy nagyon boldogok és egymásnak biztonságot adnak, ez bizony ma már egyre kevésbé jellemző. Teljesen új családformák jönnek létre, de még mielőtt ezt elmondanám, azt azért hangsúlyozom, hogy ma Magyarországon egy átlagos családban átlagosan, nem hiába használom az átlagot, mert annyira bizarr lesz a szám, 1,3 gyerek születik. Ugye a 0,3-at az mindig elgondolkodtató, ennyit az adatokról. Ma az Egyesült Államok egy friss felmérése szerint, és ez most már nem Magyarország, a felnőtt lakosság 43%-a egyedülálló,
Még egyszer elismétlem, tehát a felnőtt lakosság egyes felmérések szerint 43 közel fele egyedülálló, és ebből a feléből több mint a fele soha nem is volt házas. Tehát magyarán megindul egy olyan folyamat, amelyben sok a viszonylag magányos ember, ne nevezzük persze a nem házast magányosnak, mert ez túl leegyszerűsítő volna. Ugye Mára is azt mondta, hogy emberi méltóság csak magányban létezik, tehát ne legyünk ennyire sztereotípak, de az biztos, hogy történik valami. Na hát a családok terén is történik valami. Ugye tudjuk, hiszen azt gondolom, és igazán ne vegyék rossz néven, de bizonyosan ülnek itt önök között is olyanok, akiknek ez osztályrészül, sorsul, életül jutott, vannak egyszülős családok. Figyeljék meg, ahogy a nyelv, ahogy a kifejezés a helyzet változásához hozzásimult, hozzábarátságosodott. Nem tudom szebben mondani. Úgy hívtuk korábban, hogy csonka család. És aztán oda simítottuk ahhoz a nagyon általános képhez, ami ma Magyarországon is jellemző, hogy a házasságok közel ugye fele végződik válással. Ebből az következik, hogy nyilván nagyon sok gyerekek nőnek föl ilyen egyszülős, lásd, csonka családban. Nagyon sok olyan mozgalom létezik a világban, amely éppen azt akarja mondani, hogy bizony adjunk már valamilyen teret, szükség lenne arra, hogy jobban becsüljük az egyszülős családot, hiszen ez is egy létező családforma. Én itt mindig kérdőjeleket teszek, ha megengedik. Nem prédikálni jöttem elsősorban, hanem kérdezni, gondolkodni. Tehát valóban család-e ez, és hogyha család, akkor hogyan kell hozzá viszonyulnunk? Még egyszer mondom, már az a mozzanat valamit mutat, hogy a csonkából megszelídítettük egyszülőssé. Van azonban más is, és ha már itt tartunk, akkor ez talán a újabb fordulat. Önök tudják, hogy nem annyira új, ugye az azonos nemű szülőkből álló családok. Erre egy viszonylag megint csak friss amerikai fölmérés a következőt mondta, ezt látják itt, tehát azonos nemű a szülő, és nevelnek egy vagy több gyermeket. Ezt különböző jogi környezetben teszik. Ma az Egyesült Államokban egyes felmérések szerint 80 ezer gyermek él azonos nemű szülőpárnál. Ugyanúgy az Egyesült Államokban ugyanerről az adatról a UCLA Egyetem azt mondja, hogy 1-től 9 millióig terjed azoknak a gyerekeknek a száma, akik valamilyen formában homoszexuális szülővel találkoznak. Most ugye olyan típusokat mutatok be önöknek, amelyek nyilván felteszem, vagy úgy gondolom, hogy nem biztos, hogy a szomszédjukban megjelennek, de ezek a képek ma már reprezentálódnak, és egy-egy intézményben, mint például egy iskolában, mondjuk egy egyetemen, ezek már mutatkoznak, tehát ezek már látszódnak, nem beszélve arról, hogy esetleg egy élettervben is mutatkozhatnak, attól a pillanattól kezdve, hogyha ezt mintaként mutatjuk föl. Mehetünk tovább is. Van ugye ma már nagyon jellemző az úgynevezett többszülős család, ne ijedjenek meg, tehát itt nem szülőklubokról van szó, hanem tudják, amikor a te gyereked az én gyerekem, a mi gyerekünk, úgy is szokták hívni, hogy patchwork családok, tehát több szülőből a két szülő tulajdonképpen többféle házasságból hoz össze gyermekeket. Ilyenkor a gyerekek megtanulnak sokféle élettársal, akár egymást követően több élettársal együtt élni, megszokni, hogy a szülő, szülői léte egy önmegvalósító lét, egy kiteljesedő, ugye van, aki így hívja, én maradnék az önmegvalósító létnél, tehát egy ilyen valami, ami arról szól, hogy én igenis úgy élhetek, mintha semmilyen olyan kötöttségem nem lenne, ami a párkapcsolati életemet befolyásolná. Nem tudom, hogy ez mennyire volt bonyolult, bocsássák meg nekem, hogyha az volt. És ezen kívül alakul még egy családtípus, és én most hangsúlyozom, csak családtípusokat mondok önöknek, ez pedig a örökbefogadott gyermekekkel létrejövő család, amelyek például a világban, Nyugat-Európában, illetve az Egyesült Államokban, itthon még nem, de rendkívül gyakoriak, most már rendkívüli mennyiségű gyermek él, egyes becslések szerint, megint csak az Egyesült Államokra hivatkozom, 250 ezer örökbefogadott gyerek él amerikai családokban, és ezek közül jó pár, ezek közül a gyerekek közül valahonnan egy más kultúrából érkezik, más a bőre színe, etnikai értelemben is más kulturális és egyéb kötődése van. Nos, ez a helyzet ma a családokkal, kérem szépen. Nem olyan egyszerű azt mondani valamire, hogy család.
De én azt gondolom, hogy amikor a nőkről beszélünk, akkor azt nem tehetjük meg anélkül, hogy valamilyen módon a működési terepüket nem nézzük meg. Most ez a működési terep olyan volt, mintha egy traktorgépről beszélnék, nem így gondolok a nőkre. De azt hiszem, hogy amikor a nőről beszélünk és a családról beszélünk, akkor fogalmazzuk már meg, azt hiszem kötelességünk is, hogy mit értünk családon. Önök jól tudják, ahogy én is, hogy ma egyre később röppennek ki a gyerekek, vagy a gyerek a családból. Ismerős talán ez a mondat, hogy mama hotel, papa bank. Ugye? Sokáig otthon maradni, megérteni annak a kényelmét, annak a felelőtlenségét tulajdonképpen, nem kell elindulni a saját életemben. Otthon lesz mosott ruha, otthon lesz pénz. Észre se veszem, hogy nem magamat tartom el, vagy vajon magamat tartom el. Tehát ez a fajta új képe a családnak, ennek a sokféle családnak, ez egy szolgáltatói kép. Ma egy kicsit kulturálisan úgy tűnik, mintha a család valamilyen olyan szolgáltató bázis lenne, ahol pénz van, élelem van, ruha van, meleg van. A családot ma nem elsősorban kulturális szeretet vagy probléma közösségnek tekintjük, félre ne értsék, nem gondolom, hogy a családról csak úgy szabad beszélni, mint szeretet közösségről, hanem úgy viselkedünk, úgy állunk hozzá, sőt arra biztatjuk a gyerekeinket, hogy álljon úgy a családjához, mint egy trambulinhoz, ahonnan majd el lehet indulni, és amelynek minden tagja pusztán azért van, hogy neki könnyebb legyen. Nem tudom, ezt mennyire észlelik, amikor a gyerekeiknek azt mondják, hogy nem, te ne folytasd a családi hagyományt, te menj, te csak tanulj, te neked legyen sokkal jobb. És a gyerek is úgy érzi, hogy a dolga az, hogy elinduljon, és a család feladata pedig az, hogy semmi másért ne küzdjön, csak hogy ő boldoguljon. Mindehhez persze nem társul az, hogy amikor fölnő, akkor esetleg viszont támogatja ezt a közösséget, és nem elsősorban anyagilag, hanem adott esetben emberileg. Tehát egyre többet tapasztalható, hogy a felnővő, az ez a szolgáltató képben felnővő gyerekek, azok a fiatalok már nehezükre esik az idősödő szülőkkel kapcsolatot teremteni, untatja őket ez az idősödő szülőpár, vagy akár egyik, vagy másik szülő, sőt úgy is gondolják, és ez a másik nagyon érdekes fordulat, úgy is gondolják, hogy ahogy telik az idő, a szülő egyre kevésbé kompetens. Kérem, itt most sem a kamaszkor problémáiról beszélek, meg a felnőttkor, amikor elhagyjuk a szüleinket, hanem arról, hogy olyan kulturális változási időszakot élünk, amelyben egyre inkább azt csugaljuk a gyerekeknek, legyen az lány vagy fiú, hogy a dolga az, hogy elmenjen és ne térjen vissza a családhoz, lásd kiterjedt család, a másik pedig az, hogy egyre inkább az ifjúság kultúrája felé haladunk. Ez lehet, hogy éles váltás volt, mindjárt megmagyarázom. És ez a nőképet már nagyon erősen befolyásolja. A helyzet a család problémával ugyanis nem csak a szolgáltatói szempontból erős, hanem a kor, az életkor kezelése tekintetében is. A család tehát nem csak azért van bizonyos értelemben, mondhatom így is, válságban, de azért ez egy elég drámai kifejezés, pláne azért, mert rajtunk múlik, hogy milyen a család, valamennyiünkön. Tehát nem csak azért van ilyen változás környezetben, mert nem tudjuk, mit gondoljunk róla, vagy amit gondolunk róla, azt csak gazdaságilag tudjuk kifejezni, hanem azért is, mert a benne lévőkkel nem tudunk mit kezdeni. Kérném, ma a reklámozói kultúrában a férfiakat, tehát hogyha családot mutatnak, akkor a férfi ebben a családban kétféle szerepben mutatkozik. Vagy ő a teljesen értetlen, aki azt se tudja, mit kell otthon csinálni, vagy valaki segít neki, tudják, amikor keresi a csoki szeletet, de ő soha nem tud semmit, hogy mi van éppen otthon. Tehát ez az egyik. A másik, hogy ő az, aki úgy mutatkozik, mint aki megcsalja a családját, tehát azért van jó kocsia, hogy éjszakánként elmenjen a felesége mellől. Van egy harmadik típusa a férfinak, ma a sztereotíp családbemutatásban, amikor ő a gyerekes apa, aki együtt játszik a gyerekekkel, tönkreteszi a lakást, talán már láttak ilyen reklámot, és akkor az anyuka jön és leinti őket, és megjavítja a lámpaernyőt. Ugyanezekben a média bemutatásokban a nőt rendkívül, és hangsúlyozom, rendkívül sztereotípan
vagy alig mutatják, vagy kétféle szerepben mutatják. Ő az a loholó, szerencsétlen, folyton fáradt háziasszony, aki nem tud úrrá lenni az anyaság összes gyötrelmén, de aztán jön egy kindertejszelet. Vagy ő az a lény, aki beteg. Ugye nagyon gyakran a nőket, mint mondjuk munkahelyi helyzetben, legtöbbször ezt érdemes megfigyelniük, ha nem a családban mutatják a nőt, ahogy éppen tereget, majd kiderül, hogy megfájdult a feje a gyerekek miatt, akkor a munkahelyén mutatják, de a munkahelyen a nő mindig beteg, és ezért mindig ennie kell. Tehát egy nagyon zavaros képet látunk például a médiában arról, hogy mi a szerepe a nőnek a családban, és mi a szerepe a férfinak a családban. De még zavarosabb helyzetet látunk, hogyha most a kiterjedt családra gondolunk, az öreg, az időskor tekintetében. Nézzék el, hogy én ezt az öreg szót használom. Én ezt az egyik leglényegesebb dolognak tartom ma a nő és a család összefüggésében. Kérem, egy olyan korban élünk, kicsit költői lesz a felvezetés, ami nem tud mit kezdeni az időskorral. Az 50 plusz, tehát az 50-en felüli korosztály a legfrissebb felmérések szerint sem mutatkozik meg egyetlen egy marketing folyamatban sem. Tehát szándékosan mondom, hogy még a kereskedelmet se érdekli az időskor. Talán emlékeznek a Szomszédok című sorozatra. Lehet számítani önökre ebben? Tehát még megvan, ugye, a Szomszédok, Etus. Talán, hogyha visszatudják idézni, annak a szappanoperának, egyébként a szappanoperáknak rendkívüli szerepe van a családkép alakításában, sőt a nőkép alakításában is. Remélem, erre vissza fogok tudni majd térni, de csak akkor, hogyha az időmet nem lépem túl. Tehát visszatérve, a Szomszédokban nagyon sok olyan idős szereplő jelent meg, akik még jelentenek valamit a társadalom számára, az operaénekes, a gondnok, az idősödő kerámia művész. Megjelent a teljes generáció. A Barátok köztött nem tudom, hogy nézi-e valaki, ugye ez egy generációs váltás. Összesen két idős ember jelent meg benne, mindketten az alaksorban laktak, és ők voltak a takarítók. Tehát az időskornak az értéktelenedése, az időskor, mint gyengeség, az a nő szerepet is rendkívüli módon meggyengíti. Tehát az ilyen típusú bemutatás, az gyakorlatilag nem teszi lehetővé, hogy a nő valahogy az anyaságát is akár, mint kiteljesedő dolgot képzelje el. Tehát ugye ezt úgy hívják a nemzetközi szintéren, hogy ageism, vagy a kornak az eltüntetése. Ugye egyes egész végletes elképzelések azt mondják, hogy a mi kultúránk egyfajta transhumán ideálban él. Megígérem, ezt mindjárt elmondom, hogy mit értek rajta. Egy olyan értékrendben, ami három dolgot tart fontosnak: törüljük el az időskort, ne legyen időskor, ne látszódjon, ha valaki idős. Kettő, ne szenvedjünk, a szenvedés fölösleges, káros és nem vezet sehová. És a harmadik pedig, ne legyünk betegek. De azért van egy negyedik is, amit hozzá szoktak tenni, ha lehet, ne erőltessük túl a nemeket. Tehát ne erőltessük túl a nemi különállást. Visszatérve erre a kor problémára, Vörös Sándor ugye 100 éves évforduló lesz majd, azért idézek tőle. Azt gondolom, hogy nagyon találó, amit mond arról, hogy a mai embert valóban az érzékiség rángatja a szépség kapcsán, és az idősödésben, lásd, az idős nő, a nagymama arcában nem látja meg a szépet, és ez kétféle folyamatot indít el, vagy állandóan egyfajta nemiséget kell hangsúlyozni fiatalkorunkban, tehát nincs a fiatal nőiségnek hamvas szépsége, csak nemi eredendő értéke, másik oldalon pedig állandóan fiatalnak kell maradni. Én most nem kérdezek rá, hogy önök közül ki aggódik nagyon az öregedés miatt. Inkább megmutatok néhány képet, olyan kampányokat, amelyek éppen az ellen szólnak, hogy az időskort ne töröljük ennyire el. De még mielőtt a képet megmutatnám, egy személyes jelenetet hagyd mondjak el. Édesanyámmal utaztunk valahová, minden évben elutazunk valahová. Édesanyám egy rendkívül tiszteletreméltó és egy
Én végtelenül szeretem nyilván őt, de egész életében vezető volt, egész életében dolgozott, értünk is a munkahelyéért is, hivatása és anyasága egyaránt teljes értékű volt. Ültünk egymás mellett a repülőtéren, és oda jött hozzánk valaki, aki egy kérdőívet akart kitöltetni. Megnézett minket, és hozzám lépett oda. Tehát úgy érezte, hogy édesanyától nem várhat semmilyen különösebben izgalmas adatot. Ez, aki érzékeny az ilyesmire, és beül néha étterembe, nála idősebbekkel föltűnhet, ahogy a pincér már nem nekik tölt először. Tehát már ez a mozzanat sincs meg, tehát lassan vész ki, ugye az idősekkel kapcsolatban az értéktételezés, ugye nagyon hosszú ideig a kultúrában az időskor a legnagyobb érték volt. Kérném, a teljes társadalmi hatalom, sőt a politikai is, az életkorra és egyébként a nemiségre épült. Tehát az középkornál idősebb férfiak töltöttek be társadalmi hatalmi szerepeket. A férfiakkal nem vagyok benne biztos, hogy nincs most ugyanígy. Azt azonban gondolom, hogy az időskorral valami nagyon megváltozott. Ma már nem várjuk el, hogy idős legyen. Nem gondoljuk értéknek az eltelt időt. Az eltelt idő veszélyes és fenyegető, és az öregkor borzasztó. Önök ezt hallják, önök ezt észlelik, és elvileg az önök unokái ebben nőnek föl, jöjjenek a képek, egy amerikai kampány, éppen ez ellen küzdve azt mondta, ilyen provokatív képeket tett ki, egy plakát, egy óriás plakát, ne nézz oda, őszhajó. Ugye? Tehát pontosan arra akarja felhívni a figyelmet, hogy amikor már valaki őszhajó, akkor maximum gyógyszerekről lehet szó. Ez szintén egy megrázó kép, az van az idős hölgy vagy nő fejére írva, hogy még március 73 március előtt márciusában járt le a szavatossági ideje. Ezek mind ilyen botrányos kampányok, amelyek éppen arra akarnak figyelmeztetni, hogy ez bizony nagy probléma. Ez is egy kép, ami azt mutatja, hogy ma már a gyerek ugye az időskorút, adott esetben a nagymamát vagy a nagyszülőt nem tartja kompetensnek, sokkal kevésbé ugye tartja tekintélyesnek, én még nagyon emlékszem, hogy addig nem ülhettünk le az asztalhoz, amíg a nagymamám nem ült le. Ugye ennek sok egyéb oka is volt, tehát a személyes családi neveltetés is hozzájárul, bár ez kulturális kérdés is volt, ma már egyértelműen ez megfordult. Ez szintén egy ilyen botrány, éppen a figyelmet felhívni akaró kampány képe, fogadj örökbe van odaírva az idős emberre. Ugye így képzelünk el egy akkorú hölgyet, és ma pedig ez az ideál. Ugye szándékosan mutatom, és direkt nem tettem meg azt a trükköt, hogy megkérdezem, hogy melyik a szebb. Mert akkor lehet, hogy egész megdöbbentő lett volna, hogy magunkról is azt halljuk, hogy a másodikra mondjuk esetleg, de én azért felhívnám a figyelmüket, hogy ez az akkornak az arca, és ezek a... ennek kellene jobban megjelennie. Tehát ez biztos, hogy az időskor meg nem jelenítésével, a kiterjedt családnak az elvesztésével, az múló idő megbecsülésével az anyaszerep, a nőszerep is problémássá válik. Gondoljanak bele, hogy ma egy nőnek egyszerre kellene elvileg helytállnia mindenütt, tehát ugye ma így hívjuk, hogy vállalni, meg tervezni a gyereket, tehát nem elfogadni, hanem tudom, hogy ma ez inkább a divatos szótár, hogy vállalni, meg tervezni. Egyszerre kell, hogy a gyermeke legyen, hogy férje legyen, egyszerre kell, hogy hivatása legyen. Egyébként nagyon ugye, ahogy hallottuk az adatokból, meg se teheti, hogy ne legyen, hiszen akkor nem él meg. És egyszerre kell örökké fiatalnak maradnia. Többek között talán ezért is dolgozik, hogy a szilikon sebészet rajta gazdagodjék meg. Most egy kicsit gúnyos voltam, nem szándékosan, hanem inkább a vicc kedvéért. Az biztos, hogy ennek az időskornak a problémája mellett megjelenik ez az összeegyeztethetetlenség, amiről most beszéltem. Hogy legyünk egyszerre ennyi szerepben jelen? Nos, azt hiszem, hogy ugye kétféle megközelítés van erre. Az egyik az, hogy figyeljék meg, hogy hogyan problematizáljuk a nő, örökké a nő szerepet. Itt egy csomó jó pár, ahogy én látok itt a sötétben, nagyon sok nőt látok. Őszintén mondják meg, annyira kibírhatatlanul nehéz volt mindent összeegyeztetni?
Azon kívül, hogy túlélték, kibírhatatlanul, biztosan nem volt nehéz, biztos volt néhány jó pillanat. Nem arról kívánom önöket meggyőzni, hogy rajongjanak az életük nehéz periódusaért. Arra kívánom felhívni a figyelmet, hogy tudatosan el van nehezítve a szerepek összeegyeztetésének szótára. Mondok néhány példát. Ugye, amikor ez egyébként meglehetősen feminista lesz, ezt most nézzék el nekem, amikor az ember otthon van a gyerekével, és a férje hazajön, és megkérdezi tőle, hogy mi volt veled egész nap, akkor a nő egy kicsit gondolkodik, és azt mondja, hogy semmi. Mert nem tudom elmondani, hogy mi az, amit csináltam. Ugye erre találták ki a feministák a második műszak kifejezést, amit én személy szerint nem szeretem, mert munkának titulálták ezzel azt, ami otthon történik. Egyszerűen arról van szó, hogy nem találtunk szót arra, amit az anya csinál. Nem tudjuk elmondani. Pedig mindannyian részesei voltunk annak a mérhetetlen munkának, amit olyankor otthon csináltuk. Azt körülbelül úgy tudjuk elmesélni, hogy semmi. De a másik oldalról is mondok valamit. Önök ma, aki olvas bulvárlapokat, fogalmazunk inkább, hogy néha kezébe kerül bulvárlap. Nyilván találkoztok azzal a kifejezéssel, hogy szülés utáni depresszió, ugye? Kérem, ma már mindenkinek van. Akinek nincs, az kinöveszti. Tehát van egy másik irányú szótár is, ami állandóan problémaként mutatja az anyaságot. Tehát egyfelől mi is, számunkra is nehéz magunkat kifejezni ebben a helyzetben, másfelől viszont azt halljuk, hogy az anyaság, mint szerep, együtt jár nem csak a hízással, kérem, hát az még semmi, nem csak a bőrstriákkal, ez egy szakkifejezés, aki még nem találkozott a saját testén vele, az most már ne ismerje föl, nem csak azzal, hogy milyen gyorsan fogy vissza, hanem egyrészt teljesen evidenssé vált, hogy a depresszió az egy természetes dolog. Ma a populáris filmkultúra többségében megjelenik a levertség, mint az anyaság tulajdonsága. De tovább megyek. Önök, ha láttak már filmen szülést, akkor lefogadom, hogy mindig úgy látják a szülő anyát, mint aki eszméletlenül visít és ordít. Ugye ismerős a kép? Ugye a filmekben mindig úgy mutatjuk az anyát, mint aki rettenetesen szenved a szüléstől, miközben nagyon sokan tudjuk, hogy ennél sokkal decensebben szültünk. És bizony megkíméltük a környezetet, meg akár magunkat is, azoktól az égtere ricsajoktól, amelyeket ezek a filmek bemutatnak. Tehát van egy ilyen konfliktus is, de menjünk tovább. Van egy olyan konfliktus is, és ez már az anyaságot egyébként támadó, vagy az anyaszerepet egyébként támadó dolgok, mint mondjuk a béranyaság. Ugye? Itt azt látják, hogy vedd igénybe a méhemet. Tehát, hogy meg kell azt értenünk, hogy az én anyaságom nem valami különleges, megismételhetetlen csoda, hanem valami, amit tulajdonképpen biológiai értelemben is ki lehetne szervezni. Ugye? Szándékosan használtam ezt a kifejezést. Azt is tudjuk ma már, hogy megint csak az anyaság szerepének problémája, hogy mivel mind a két szülő dolgozni kényszerül, ezért a végén a gyereket ugye egy bevándorló kislány neveli fel, vagy ki tudja, hát Magyarországon nem bevándorló kislány, Amerikában igen, valaki, aki nem feltétlenül tartozik a családhoz, az anyaság egészét egy kicsit arra biztat akkor, hogy szervezzük ki. Tehát picit gondoljanak bele, ma a nagyvárosokban már minden kutyához jár egy kutyanevelő. Ma már minden gyerekhez jár egy nevelőnő, és ez nem, félre ne értsék, ez nem a nagypolgári családok nevelőnője, aki ott él, ott alszik, sokszor a gyerekek szobájában alszik, hanem ez egy fizetett alkalmazott, aki akkor jön, amikor a szülőnek el kell mennie, tehát kulturálisan nem válik egyé, még az idők során sem a családdal. Tehát tulajdonképpen ez a bizonyos probléma, hogy magát a szerepeinket is a családban, vagy mi nem tudjuk jól kifejezni, mi nem tudunk benne elég örömet a saját kommunikációnkkal szerezni, vagy kívülről éri olyan bekeretezés, hogy hát hiszen ez egy depressziós, ez egy hízékony, ez egy elpocsékolt, és így tovább állapot, vagy harmadrészt létrejönnek olyan lehetőségek, amelyek könnyebbé teszik, vagy látszólag, inkább így fogalmazom, messze nem gondolom így, hogy könnyebbé teszik, tehát amelyek megoldást kínálnak az anyaság összes nehézségére, gondolnak bele, hogy ebben kell családot vinni.
De akkor menjünk tovább, ugye itt látjuk a szülés utáni depresszió egy markáns kifejeződését rajzban. Menjünk tovább, nem csak ilyen téren van a család és a nő között egyfajta szerepfeszültség, hanem a hivatás vállalásában is. Ugye azt kérdeztem önöktől, hogy nagyon nehéz volt-e, és itt néhányan felkiáltottak, hogy igen. Hogy elképesztően nehéz volt-e. Ma azt a képet próbáljuk kínálni mindenkinek, hogy lehet tökéletesen, zavartalanul és problémamentesen boldog, ha bebiztosítja bizonyos stratégiákkal magát. Tehát azért lesz szép, mert nehéz lesz gondolata, teljesen elfeledett. Tehát az a gondolat, hogy pont attól a küzdéstől szép, nem tudok önöknek más mondani, hogy a teljesség, egy teljes létforma, az nem határozható meg szerepek puzzle-jéből, hanem az ember egységéből kell, hogy meghatározódjon. Ez egy nagyon konzervatív és meglehetősen idejét múltnak hangzó nézet, én ugyanis ennek ellenére vallom. Azt gondolom ugyanis, hogy a nő életében a szerepek közti konfliktusban van mesterségesen szított konfliktus. Tehát van abban konfliktus, hogy állandóan azt sugalljuk, hogy vagy hivatás, vagy család. Mutatok képeket, ugye itt a dolgozó nő, aki a kisbabájával ül a gép előtt, vagy a dolgozó szülők, akik a kisbabát a klaviatúra fölé tartva alkotnak egy családot. Félre ne értsék, úgy hiszem, hogy számos helyzetben változásra vár mind az intézményi kultúránk, akár a jogi kultúránk is. Mert nem lehet valaki jó kutatónő, hogyha mindig ugyanazok az életkori korlátok jellemzőek rá, mint a férfiakra, miközben ő mondjuk otthon volt kétszer két évig a gyerekeivel. Tehát biztos, hogy ilyen változásokra szükség van. Szükség van annak a lehetőségére, hogy beférjen a rendszerbe az a nő, aki egyszerre anya és egyszerre hivatással bíró nő. De amit szeretnék mondani, hogy a hivatás minden esetben anyasággal együtt értődik. Ha az egyénre gondolok, hogyha tanácsot gondolnék adni. Van egy férfi kollégám az egyetemen, aki mindig rám néz, amikor este 10-kor éppen befejezünk valamilyen munkát, és azt mondja, hogy jó, tehát te már mindent bírsz, te már túl vagy a nagy erőpróbádon, te már szültél. No, ilyenkor azért mindig fölberzenkedem, és akkor mindig elneveti magát, mert olyan vagy, mint a birkák. Mármint, hogy mint az állatok, azok is akkor vannak túl az erőpróbájukon. Ezen mindig aztán este 11-ig vitatkozunk, nem kicsit, hogy miért hasonlított ehhez, és miért így fogalmazta meg. Abban a tekintetben azonban igaza van, hogy az a nő, aki már szült gyermeket, az a nő, aki anya, benne van élete legerősebb időszakában, és ismeri már a határtalan erő fogalmát. Nem azt szeretném mondani, nincsenek problémák, hanem az, hogy nem ígérhetjük a mai fiatal lányoknak azt, hogy ez könnyen megy, és hogy van választásuk. Persze van választásuk, félre ne értsék, dönthetnek úgy, hogy nincs gyermekük. De mégis azt érdemes sugalni, hogy nehéz lesz, de érdemes lesz. Hogy menni fog, mert csak ebben az egyetlen esetben mondhatjuk azt, hogy családot szeressen. Ugyanis a teljes női lét, hogyha anyasság is van benne, akkor az törvényszerűen megtanulja, hogy számítani kell másokra. És ez a közösség első legnagyobb feltétele. Nem csak szükségszerűségből, szeretetből is. Tanácsért is. Nem függésből, hanem természetes együttlét következményeként. Kicsit talán a vége prédikációra sikeredett. Azt hiszem, azt gondolom, hogy egy mozanatra szeretnék csak visszatérni, hogyan járulnak hozzá a szappanoperák a családkép alakításához és a nőkép alakításához. Azért járulnak hozzá nagyon hatékonyan, mert a szappanoperák egyes kutatók szerint úgy működnek, mint az esti beszélgetések a konyhaasztalnál, vagy az esti tábortűz, amikor meghallgatjuk, hogy aznap mi történt azokkal az szereplőkkel, akik az életünkben fontos szerepet töltenek be. Ma már a szappanoperákban ezek a szereplők nem a szomszédaink, és nem a családunk, hanem egy másik, egy virtuális, egy elképzelt, egy fiktív család. De mivel naponta találkozunk velük, és naponta mutatkoznak előttünk úgy, mint családi helyzetek alakítói, elkezdik befolyásolni a családi
és a családban betöltött szerepekkel kapcsolatos képünket. Ezért mondtam önöknek a példát az időskorról, ahogy teljesen eltűnik mondjuk az időskor. De hogy mondjak egy másik példát, ez az arab kultúrában igen nagy port vert fel, és a nőről szól. Ugye tudják, hagyományosan az iszlám kultúrában a nő szerepe más, mint az európai kultúrákban. Nem szeretnék nagyon belemenni, azt azonban szeretném jelezni, hogy tud azért, tehát tudunk ezzel kapcsolatban meglehetősen sztereotípak lenni, nagyon sajnáljuk őket, hogy annyira elnyomottak. Ugye ez a tipikus európai, nyugat-európai viselkedés, hogy én tudom, hogy hogy van helyesen, és egy másféle kulturális definíciót nehezen fogadok el. Mindazonáltal 2006-ban Törökországban elindult egy szappanopera. Az volt a cím, a főszereplőjét Gumusnak hívták, egy nő volt, gondoljanak bele, egy ilyen kultúrában egy kiterjedt családról szólt, a férfi szőke hajú kék szemű volt, szerintem értik, hogy miért mondom, és a nő pedig egy teljesen autonóm szereplőként mutatkozott, aki a saját divatüzletét akarja elindítani, itt azért vegyék észre, milyen sztereotíp ebben az értelemben, tehát az önállóságának is a divat ad valami alapot, minden esetre a férje mindenben támogatta. Gyakorlatilag olyan sikere volt ennek a sorozatnak, aztán a szaudi média átvette, hogy az utolsó epizódot 85 millió ember nézte, és forradalmi módon hatott a nőkép változására, miszerint a nő lehet önálló, a nő kiteljesedhet, csakhogy. Hihetetlen feszültségeket gerjesztett az adott kultúrában. Olyan feszültségeket, amelyek nem oldódtak feltétlenül meg, és amelyek nem tették feltétlenül boldogabbá valamennyi szereplőt. Tehát volt egy nagyon pozitív, láthatólag nagyon pozitív kimenete, és aztán ott van a kérdőjel, hogy vajon szabad-e így belenyúlni egy kultúrába, belenyúlhatunk, a szappanopera erre például egy nagyon alkalmas eszköz. Nos, egy kicsit talán széteső volt a vége, végezetül engedjék meg, hogy azzal zárjam az előadásomat, hogy elmondom, hogy a család éppen olyan érzékeny, mint ez a növény, amit úgy szeretünk fújni, már most elmúlt az ideje, és amit gyerekkorunkban is annyiszor fújtunk szét, és aztán úgy sajnáltuk, hogy nem maradt egybe. Az a kérdés, hogy mi mik vagyunk? Azok vagyunk, akik fújnak? Vagy azok vagyunk, azok a kis pici kis szálló pihék, amelyeket itt a képen látnak. Azt javaslom, hogy egyszerre legyünk mind a kettő. És döntsük el, hogy szét akarjuk-e fújni, amikor elvirágzott már ez a virág, vagy egybe akarjuk valahogy tartani azt a családot, amit mi elképzeltünk. Azt mondtam, hogy változik a család. Azt kívánom, hogy önök tegyenek, hogy önök tehessenek arról, hogy a család boldog, és szerető közege maradjon, a problémákat kezelni képes közege maradjon valamennyünknek. Köszönöm megtisztelő figyelmüket.